Jézusom, mennyit cetléztem ebben a hónapban. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó az augusztusi összegzésem lesz. Ahhoz képest, hogy azt gondoltam, augusztusban nem fogok sokat olvasni, sokat olvastam. Oldalszám tekintetében is. Főleg oldalszám tekintetében vagyok meglepődve saját magamon, és főleg augusztus második felébe toltam meg szerintem, mint tudjuk, hogy mivel, ugye? 4 vlogom ment ki az elmúlt időszakban, úgyhogy mindenki tudja miért. Először nézzük azokat, amiket itt tudok mutogatni, és utána azt a párat, amit nem tudok mutogatni. Első könyv, amit még ugye előző hónapból hoztam át, de befejeztem, az TJ Kluntól A ház az égszínkék tengernél. Ami nagyon örülök, hogy még a csapból is ez folyik jelenleg, és nagyon örülök, mert ennek a könyvnek, ahogy én látom, nagyon-nagyon jó a fogadtatása, és ez azért csodálatos, mert ez egy csodálatos könyv. Igen, én ezt a könyvet idén 2-szer olvastam már. Szerintem azért ez is mutatja, hogy mennyire jó az a könyv. Én angolul eredetiben olvastam ezt a könyvet még februárban, a Fantasy Február Bingo keretei között, Rinton Bingo keretei között, és akkor elkönyvben olvastam, és akkor egyébként 4 csillagot adtam neki. Na most azóta eltelt több mint fél év, kb. Fél év, és megváltoztak az idők, én pedig megkaptam ezt a könyvet a Metropolis Media kiadótól, és annyira jó volt nézni és hallgatni, hogy mindenki ezt a könyvet olvasta, hogy mondom, jó, én is elolvasom újra. Mint látható, egy pár dolgot így, hogy nem elkönyveztem, bejelöltem. Tudom, hogy elkönyvben is lehet, csak ez így jobb volt, tehát tele van. Fókuszálját. Azaz, látjátok? Ez itt mind-mind idézet. Továbbra is azt mondom, csodálatos ez a könyv. Ennek kifejezetten jót tett, hogy újraolvastam. Most magyarul nyilván, ugye, mert ez a magyar fordítás, annyira szívet melengető ez a történet még mindig, és annyira jó érzés olvasni, és annyira örülök, hogy ez a könyv megjelent magyarul, és így itthon is el tud terjedni, főleg, hogy mindenkinek így a kezében nyomtuk szerintem itt a BookTube-on, hogy olvasd, de továbbra is azt mondom, hogy olvasd. Apával is már beszéltük, mert hogy ugye én olvastam februárban, ő olvasta, mikor ez megjött nekem, úgyhogy ez a könyv tényleg megéri. Ez lelkedet simogató történet. És nagyon jól esik az embernek, főleg, hogyha mondjuk van egy rosszabb időszaka, vagy valami ilyesmi, akkor ugye végképp, de amúgy is, tehát hogyha az a jó ebben a könyvben, hogy jó érzéseket kelt benned. Jó, nyilván ennek is van olyan ember, akinek ez nem tetszett, de mindegy, tehát hogy alapvetően annyira jó érzéseket kelt ez a könyv, hogy már csak azért megéri elolvasni, mert hogy annyi olyan könyv van, ami amúgy tök depis témájú, és tényleg, hogyha valaki egy kis szivárványra, meg boldogságra vágyik. Ház az égszínkék tengernél. Következő, úgy fogom mondani, ahogyan nálam jelenleg sorrendben vannak ezek, mert mindegy. Ez 4 könyv egyszer, ez pedig nem más, mint igen, a Stage Dive sorozat, amit augusztus második felében daráltam le. Láthattátok a 4 vlogot belőle elvileg, mire én ezt az összegzést kiteszem, mind a 4 vlog elérhető lesz, úgyhogy kicsit visszapörgettek a videók között, megtaláljátok, meg majd szerintem lehet be is linkelem, vagy legalább az első részt ide föntre, és mindegy. Tehát, amit erről a könyvről tudni kell, hogy egyrészt ezek rubinpöttyös könyvek, ami nagyon nem az én műfajom, bizonyította is magát, hogy ez nem az én műfajom, mert hogy az első részről van egy 45 perces rendvideóm gyakorlatilag, szóval az első rész nagyon nem tetszett, a második rész az nem volt, az kifejezetten tetszett nekem ez a rész egyébként, főleg ahhoz képest, hogy mennyire nem tetszett az első rész. A harmadik részt még jobban utáltam, mint az elsőt, a harmadik rész engem nagyon kikészített, pedig elvileg ez a legjobb rész a sorozatban, hát ez nálam nem jött be. És a negyedik rész nem volt rossz egyébként, pedig erre mindenki azt mondta, hogy rossz lesz. Igen, alapvetően ez a könyvsorozat arról szól, hogy mindegyik részben van egy nézőpont karakter hölgyeményünk, aki nyálát csorgatva megy valamelyik bandatag után éppen sorba, tehát kezdünk a gitárossal, aztán megyünk a dobosra, aztán megyünk az énekesre, aztán megyünk a basszusgitárosra. És Megvan a véleményem ezekről a könyvekről, és nem túl jó, mármint így a típusról, és nem túl jó, és továbbra se túl jó, mert ezek a könyvek nem tudták föltornázni a véleményem. Nagyon sok problémám van ezzel a műfajjal, maradjunk annyiban. Na mindegy, de van róla 4 vlogom, mindegyik résznek külön szenteltem egyet M&M-es alkalomból, és mielőtt, csak hogy tisztázzuk, nem teljesen magamtól vettem ezeket kézbe, mert ezt az egyik barátnőm ajánlására olvastam el. Ezek az ő könyvei, ezek kölcsönben vannak most jelenleg a polcomon, úgyhogy ezeket viszem vissza hozzá, nem vettem én ilyen könyvet. De ilyeneket azért ne gondoljunk rólam. Megvolt a kalandom a Stage Dive sorozattal, és úgy érzem, ez most egy életre elég volt az ilyen típusú könyvekből. Na, utolsó könyv, amit mutatni tudok, az Madeline Millertől a Kirké, ez volt az augusztusi egyik közös könyvünk a BookTube könyvklubbal. Nézzétek, milyen szép. Annyira tetszik. Kívül is, belül is. Ez Kirkének a történetét fedezi fel, hogyha valakinek ismerős az Akhilleusz dala, az egyébként ez, csak ez nekem angolul van meg. Szóval ez az Akhilleusz és Patroklosnak a történetét dolgozta fel, ilyen, szóval ilyen retelling, mitológia retelling, és akkor ez is az, csak ez Kirkének az életéről szól. Ugye az volt a témánk, hogy nőktől nőkről, amiben ez nagyon jól beleillett, és nagyon örülök, hogy beleillett, mert az Akhilleusz dalát is szerettem, és ezt a könyvet is szerettem, de ide be fogom linkelni, Szannának van a csatornájának közös kibeszélünk róla, és egyébként ez ilyen, megemlítem itt is a biztonság kedvéért, hogy szeptembertől kezdve a BookTube könyvklub kibeszélők egy közös könyvklubos csatornán lesznek, tehát nem így mindenkinek, tehát nem mindig más csatornán, hanem egy közös felületre átvisszük a live-okat, úgyhogy annak majd a linkjét be is teszem a leírásba, hogy ott egyszerűbb lesz követni, hogy éppen mikor van live és hol, mert akkor egy helyen lesz az összes innentől kezdve. És nézzétek meg a kibeszélőt, mert elég hosszú lett, de nagyon belelendültünk, és nagyon jó dolgokról tudtunk ennek a könyvnek a kapcsán beszélgetni, úgyhogy szerintem érdemes belenézni. Akárcsak az első fél óra spoilermentes, a maradék másfél óra, meg minden egyéb is. De nagyon szerettük ezt a könyvet, és milyen jó, hogy így aranyfényt vet a kamerára. Mert úgy emlékeztem, hogy 10 könyvet olvastam hónapban, és valóban. Szóval, mikor? Júliusban kezdtem talán el olvasni a Cserkeszterek sorozatot. Magyarul első rész. Cserkeszterek, nemrég jelent meg a Cicerónál, és annyira tetszett ez az első rész, és annyira akartam volna folytatni, hogy minthogy nekem van Script előfizetésem, ott fönn vannak a folytatások, és bár nem szeretek telefonon olvasni, képregény az kicsit más dolog, mert nem annyira tömött szöveg, úgyhogy azóta folytattam a sorozatot, és nem ezt akartam megnyitni, hanem ezt akartam felvenni. És most a hónapban elolvastam az 5. részt, ami a Bend Together címet viseli, a 6. részt, ami Sing or Swim címet viseli, illetve a 7. részt, ami a Bird's Eye View, illetve ezek nem részek, hanem kötetek. Ilyen három fejezet van egy kötetben összeszedve, és akkor elvileg ezek a fejezetek külön-külön jelentek meg. Egyébként Eszti csatornáján a Books Flying Around-on volt egy Cserkeszterek kibeszélő, azt is ide belinkelem, mert az tök jó volt, kicsit bemutatja ezt a kötetet meg a sorozatot, és továbbra is nagyon elvezem ezt a képregény sorozatot, és most ezt azért így fogom olvasni, mert egyébként meg elég rövidek ezek a kötetek, részek, és ilyen 1 óra kb. Kiolvasni egyet, és az benne a legjobb, hogy annyira jó női barátságokat is, de csak simán barátságokat és kapcsolatokat mutatnak be benne, és annyira jó érzés ezt is olvasni. Mindeközben persze vannak néha ilyen mágikus teremtmények, meg ilyen mágikus bonyodalmak benne, ami csak nyilván fokozza az élményt. Egyébként ez igazából ilyen általános iskolásoknak való korosztály, úgyhogy ha valaki ilyen korosztályba keres képregényt, akkor ezt nagyon tudjuk ajánlani, főleg, hogy ugye nem szuperhősökről szól, hanem átlagos lányokról, ami így emeli a szintet. Úgyhogy igen, és tényleg nagyon-nagyon elvezem ezeket a képregényeket, és még van bőven, 19 ilyen kötet van belőle, úgyhogy még egy ideig el leszek vele. Még lassan a feléhez érek, még csak a sorozatnak. És akkor most már talán az az utolsó, hogy volt még egy barangolásom augusztusban, ami egy japán könyv volt, mégpedig Genki Kawamura, igen, Genki Kawamurától, A halmacskák eltűnnének a világból című könyv, ezt szintén Scriptben, hangos könyvben hallgattam ki, és hát ez egy elég rövid könyv volt igazából, kiment már róla a barangolás, azt is idebe linkelem. Nekem ez a rész, vagy ez a kötet annyira nem jött be, voltak problémáim magával a, nem is a sztori alappal, hanem ahogy haladt a sztori egy-két döntésével a fő karakterünknek nem nagyon értettem egyet, és emiatt egy kicsit elcsúsztam a könyvvel, de ahogy nézegettem, olyan elég megosztó, vagy nem is megosztó, de hogy nem vagyok egyedül ezzel, hogy így vélekedtem erről a könyvről, úgyhogy igen. De ott a barangolás rész róla egyébként szerintem japános barangolásom egyébként lesz még, mert van több japán könyv, ami érdekel, és akkor lesz egy olyan rész, ami volt a skót könyvekkel, hogy többet egy videóban majd beszélek róla. És akkor elvileg ez volt az összes könyv, és semmit nem hagytam ki, és komolyan mondom, ide fogok venni most már magamnak egy széket, mert az a helyzet, hogy egy ilyen puffon ülök, ami azért itt van, mert nem fért oda, ahova a kanapé, hozzátartozó kanapé került. És egyébként egész jó ötlet ezt használni széknek, csak túl alacsony, és kell ráraknom még 8 millió párnát, hogy elég magasan legyek ahhoz, hogy a polcnak ez a része látszódjon, és ne a legalsó üres része. Úgyhogy venni fogok valami csini széket most már ide, hogy... Mert ez így nem jó. Ez így kezd nem jó lenni. No, akkor kommentben szokásos módon hagyjátok lent, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be augusztusban. Mert augusztusnak lett vége. Kezdődik az iskola, éljen! Vagy hát mire ez a videó kimegy már, már hol lesz az iskola kezdés? Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!